A történet helyszíne a Hortobágy. Gulyaménes, ott legelnek, kolompol a nyáj, bíva és mangalica vígan dagonyáz, és munkálkodik az ostoros kútágas is. Na de a turisták. A puszta népe mára ezt az Isten bogarát is megszokta valahogy, ameddig csak kérdez, nincsen baj vele, hanem amikor okosnak akar látszani. Csak azt a kurta, bőrnadrágos, őszöreg bakancsost tudnánk felejteni, hogy azt mondja, jé, a Cool Game gerendájának a végében egy bomba a nehezék. Hihetetlen, egy igazi bomba. Másfél-két mázsás is lehet? Te sem már hagyni bennünket, az a valami, amit kigyelmetek bombának néznek, az segít a kútostornak itatáskor felhúzni a vizet. Oszt, az is csak vas, oszt akkor mi van? Az, hogy a bakkancsos vén fürgén előkapdosta mobiltelefonját, és elkezdte riasztani a mindenféle hatóságokat, testületeket. És közben az a mindentudó dumája, hogy az angol szász légierő, azok, ha egy-két bomba miután a javát kidobálták, valahogy a repülőjük rakaszában rekedt, azt csak nem vihették haza, kiszórták puszta helyeken. Az eféle történelmi szeméttel a Balaton s a Duna is máig tele. De lám, ennek a miénknek szerencséje volt, puha talajra hullott, s nem csapta meg kő vagy tégla orrában a gyújtó szerkezetet, nem robbant föl, el volt csendben itt a fű között. A mező aztán igencsak elevenedett, lassan több lett a szakértős, a hatóság, mint az ökör. Mentősikoltozott, s érkeztek a súlyos léptű katonai járművek, hogy azt mondja, a pusztát, rögvest ki kell üríteni, Gulyát, Ménest, s bármi jószágot biztonságos helyre kell szállítani. Na ne, ilyet se hallott itt soha emberfia. És el kell hessenteni a tájról sast és verebet, solymot és bibicet, gólyát és egeret, hogy meg lehessen kezdeni a műveletet. A tűzszerészek közben magukra öltik golyóálló páncél rékliüket, markológép érkezik, és egyéb dózerek, hogy gödröt ássanak a puszta szívibe, ahol a bomba felrobbantható legyen. Aztán a táj elcsendesedik, elnéptelenedik, lélegzett, visszafolytva figyel a fűben a nyuszi is. A tűzszerészek hárman közelítgetik a kútat, és nagy vigyázkodva végül sikerül a bombát a gerenda végről lecsalogatniuk. Az aztán a frissen ásott verembe kerül, s végre a várva várt dörrenés, melybe a puszta beleremeg. Aztán csend, majd üdvrivalgás, nagy nap a mai. És már is szalad az élménnyel hatóság és média tovább Debrecen fele. És rendre hazaindulnak a mindenféle biztonságiak. Készülődnek a tűzszerészek is, a nap hősei. Egyikük visszapillant a kútra, lépne, de sehogy se sikerül. Nézzétek már, mi van. Mi is? A bomba. Egy bomba. Ott hintál a kútágas gerenda végén. Olyan formán, mint az a másik, amelyiket sikerült onnan kinnal bajjal leemelniük. És most mi lesz? Kezdődik minden előről. Újból tova kell majd terelni Gulyát és Ménest, elhessenteni Solymot és Verebet. Na meg újabb vermet ásni a puszta szívébe. Nézik a kutat. Most ballag oda, kormosbika, a puszta ura. Nem állapodik meg a vájúnál, hátra kerül a kútágas mögé. Oda a bombához, számba veszi. Nézegeti, mintha féltőn, tőle azt többé senki el nem veszi. És uram, láss csodát, fejét fölszegi, úgy bögdösi a bombát, annak hegyével cirógatni, vakargatni kezdi villás szarvatövét, homlokát. Egyik tűzszerész hallani véli, mint koccantja a bika szarvával a bomba hegyét,
és ott azt a valamiféle gyújtószerkezetet. Földhöz teremti a félelem, közben már ott hasonlnak a többiek is. Le kéne lőni a bikát. Leám, de hogyan? Mert hát, ha a golyógellert kap a bika szarván, és aztán a bomba hegyén a gyutacsot csapja meg. Le kell lőni a bikát, mielőtt bomba repesszel telik meg a hortobágy. Távcsöves puskák merednek a kút felé, aztán hol a bika lapockáját, hol meg a villás szarvak közén a homlokát fixírozza a célkereszt. Hogy akkor ott meglőtték-e kormost, vagy azóta is a bomba hegyével dédelgeti, vakargatja a homlokát, most én ezt most még nem tudom. De amikor újra találkozunk itt, 5 év múlva, 10 év múlva, majd megmondom. Hisz addig majd csak eldől a kormos bikával mi lett.